pulttal, gépházzal nagyon szűken megismerkedtünk. Ezek után nézzük meg, hogy melyik az a program, amelyikkel folyamatosan dolgunk lesz az alapismeretek címszó alatt. Ez már más, mint az úgynevezett fájlkezelő. Jobb egérgombbal a start menüre kattintva indítható. Régen ezt intézőnek hívtuk, most fájlkezelőnek hívjuk. Bezártam azért, hogy megmutassam, hogy esetleg a már említett Windows gomb segítségével szintén elő lehet hívni, a Windows gomb és az E billentyű megnyomásával szintén elindul. Most nem mutatok meg több lehetőséget, mert szintén számtalan módon lehet elindítani ezt az alkalmazást. Ez az alkalmazás tulajdonképpen arra való, hogy a háttértárolódon lévő programokat kezeld. Tehát a te állományod, az általad létrehozott állományokat, adatállományokat rendben tartsd, tudj nekik adni a óriási mennyiségű fényképnek, a létrehozott Word dokumentumoknak, prezentációknak, az internetről letöltött állományoknak valamilyen struktúrát. Erre egyébként a dokumentumok mappát jelölte ki a szakva tulajdonképpen arra, hogy igazából itt tarts mindent, de most először nézzük meg a fájlkezelőnek a szerkezetét. Először is az ikonok, illetve a menük, amelyekre fontos, sokszor lesz szükségünk, de ezeknek is a beállítása a következő videóban fog elhangzani, a fontos beállítása. Most csak annyi, hogy tehát itt vannak az ikonok. A baloldali csoport, ez tulajdonképpen a háttértárolódon lévő fájlstruktúrának a megmutatására volt alkalmas, most azonban a gyors elérésben találod a legutóbb használt mappákat és annak tartalmát. Itt ezen az oldalon, ha rákattintasz bármire, akkor oda egy kattintással kattintva a másik oldalon megjelenik a tartalma. Tehát ami ugyanaz a név, az ugyanaz a tartalom is. A legtöbb dolgot azt a helyi lemez C címszó alatt találod, mert gyakorlatilag itt látod a háttértároló teljes tartalmát. A C meghajtó az, ahol általában az operációs rendszer elhelyezkedik, ahonnan betöltődik az operatív memóriába, és gyakorlatilag, ha más nem, a Windows könyvtárt, a programfájlok könyvtárt, a programdatát, a programfiles könyvtárat, igazából, és a felhasználók mappát, amelyek azok a mappák, amelyeket az operációs rendszer nagyon-nagyon szeret, és saját maga telepítette, hozta létre őket, gyakorlatilag nem illik bántani, közvetlenül sem letörölni, sem a tartalmát módosítani. Nem illik, csak akkor, ha nagyon tudod, hogy mit csinálsz.